Hello, hát ez illik is a hangulathoz. Hello, hello, hello! Hello! Hello, hello, hello! Hát itt vagyunk, lezárjuk a szezont, amiben eddig összesen volt egyetlen egy győzelmünk. Két különböző csapatba, de mindegy is. Nehéz ez a Diamond Challenge, nem lesz továbbra se könnyebb, viszont két stream között annyit gondoltam át a dolgokról, hogy igen, az az egy meccs, az micsoda győzelem volt, igen. De a lényeg az, hogy itt most egy kicsit változtattunk a rendszeren, az látható, hogy ez a taktika, ez támadásra alkalmatlan, úgyhogy mit fogunk csinálni? Mindjárt lesz kép, csak nem kattintottam rá az egérrel, a másik monitoron lévő képre. És így úgy érzékeli, hogy nincs kép. Most már. Most már van. Szóval a lényeg az, hogy úgy gondoltam, hogy védekezést csinálunk. Megpróbálunk legalább védekezni, ha már az látszik, hogy támadni nem tudunk, akkor legalább megpróbálunk védekezni. Úgyhogy csináltam Park the Bus, Fluid Counter és Vertical Tiki-Taka a taktikákat is. Meg kell nézni, még sose Park the Bus-oztam például. Úgyhogy meg kell nézni majd, hogy adott esetben ez a középpálya ember hiány, ez egy védekező felfogással kompenzálható-e, mert alapvetően szerintem itt nincsenek rossz játékosaim, vagyis hát itt sem. A következő dolog van, 5 meccs van még hátra a szezonban, reméljük tényleg csak 5, mert az alsó táblázatos playoffot kell megcsinálnunk. Első körben az Ennek United-nál játszunk, úgyhogy a Park the Bus-t azt már ki is fogjuk próbálni, egy az egyben. Megnézzük addig, mennyire tudják megtanulni a fiúk. A Tomi, kérlek, következő vele a helyzet. Itt is van. Ó, hát bizony. Aprócsú szájban van a fiú. De azt mondja, hogy semmilyen körülmények között nem akar eljönni hozzánk. Beállítottam a Park the Bus-t, és azt mondja, hogy legyünk a defenzív fejét pozitív hozzáállásúak. Oké. 162 néző az Annaknál. Még nem nagyon ismerik a fiúk a taktikát, de megnézzük, hogy most... mi látszik? CRN-ek ellen. Azt ideges, de sok lasztit nem is fog kapni. Úgy tűnik. Bizony. Na nézzük. Akkor rájunk neki parkolni. Nem kíváncsi, hogy statkókban ez mit fog megjeleníteni. Egyelőre úgy látom, hiába parkolunk. Pff.
Murphy kivédi. Kiszedi. De... Tehát defenzív a felálláson. Érted? Na most ne, most komolyan? Jön a helyről két szabadugásból, és ezzel elintézi a game. Nem. Ez azt jelenti, hogy 34%-ban van nálunk a labda, ami még nem baj. De fúra védekezünk, és 53%-os a passzolásunk. 53%. Na, Kelly. Little előre vágja, ott van Masterson, gyönyörű. Bravo Ryan. Ez szép volt. Hát végül is egyből egy kapura lövés, ez tény. Jövünk hátulról. Hoppá, Masterson-t ellökik, de itt tud megindulni. Hát csak még egy csel beleférhetett volna. Még egy csel beleférhetett volna. Végigjátsszuk ezt az izével. Busz parkolása. Megnézzük a srácot, az ifjú poacherünket. Menes. Kifejeljük a szörletüket. Hoppá! Vajon mitől lett 56 FPS-es a játék amúgy?
11-est azért még összehozunk. Ah, köszönöm szépen a tippet. Tehát is azt leszűrhetjük, hogy attól függetlenül nyilván gólhelyzete van az ellenfélnek. A possession az egyértelmű volt. A 60%-os paszt nem értem, bár valószínűleg sokat vágtuk előre a lasztit. De végül is mi is eljutottunk 5 kapura lövésig, szóval gyakorlatilag igen, csak pontrugásból találtak be. De hát abból igen, úgyhogy... Három pontrugás viszont, az nagyon nem jó, de alapvetően idegenben ez nem tűnik egy olyan rossz taktikának, és ugye viszont a Newington nyert, úgyhogy még mindig matematikai esélyük, sőt, most már van bőven matematikai esélyük arra, hogy megelőzzenek bennünket. Ez 140 néző fog minket buzdítani. Csak pozitívan. Én nagyon pozitívan állok hozzá. Szóval otthon, ebben a 4-ből 3 én voltam, szóval jó lenne legalább egy pont. Itt is vannak aztán arcok, gyerekek. Szóval nagyon kéne a pont, mert még 4 meccs van hátra, és meg kéne már biztosítani ezt a bennmaradást. Az baj, mondjuk, hogyha az egyetlen AMC-n megsérült. Masterson elindul, Masterson, gyönyörű! Ryan Masterson. A litván király asszisztjából 1-0-ra vezetünk. Ja, hoppá. Basszus, nem én cseréltem le, a franc egye meg. Kit hozott be, te Gartot? Hát... Na jó, mindegy. De hülye voltam. Masterson visszajön a labdáért, és ez nagyban elősegíti a kontrázást. Jön Ferris. Gyönyörű! Matthew Lasty. Ez az. Gyönyörű. Gyönyörűen érkezett. Lasty barátunk. Hopp, ez nem tudom mi volt. Lasty leveszi ezt is. Norton lövi föl. Na, Lasty boy.
Harmadjára már megkapod, ez se jó, de Teggárt leszedi, végülis jó választásnak tűnt. Ferris lövése fölé. Norton összeszedi. Hát azért látszik, hogy kicsit jobban védekezve ebből még akármi is lehet. Last így begurítja gyönyörűen középre. Ha Masterson nem volt, lesen, de lesen volt. Hát igen, mert alapvetően ha a másik rúgja el, akkor még nem is biztos, hogy les lett volna. Lászti négy ember között. Látszik, hogy ő azért nem tehetségtelen fiú. Gyönyörű, micsoda játék! Teggárt majdnem gólt lőtt a kényszer AMC. Oké, okay, viszont akkor... Az a baj, hogy ő bal hátvéd és őt hozta be. Tehát most minden egyelőre hagyom. Most erre nem lövöm el a cserét, inkább... inkább Walshet hozom Bonnert. Múni dobása jön. Hát... jó szar helyre rúgta Bonner. Megáll labdája, viszont nem csúszik át. Little indítja Lastit. Egyszerűen nagyon jó fejeljük ki eddig a labdákat, és ez tök pozitív. Last viszont megelőzi. Ott van a litván császár. Beadja! Ez nem lehet les, mert a védőről pattant oda. Ez nem lehet les. Masterson meg ott van, aztán belöbböli. Tight offside. Azt mondja, miért lenne offside? Hát a másikról... de a másikra pattant oda. Hát milyen baj offside? Uff. Oké, most azért úgy látom, hogy pihentethetünk legalább. Jöhet Patton. És jöhet Henderson is.
Így van, egészen váratlan jó érzés, hogy nekik van nulla kapura lövésük. Itt nyugi van, elrugdossuk egymást. Szépen betesszük védekezőbe. Henderson az új fiú. Norton beadja, kifejelik. Moon is előre vágja. Látszik, hogy itt okosabban kell játszani. A egy csatárral lehet nyomni a támadást, de itt kevésbé, sajnos. Ezt még be is rúghatják, ha akarják. Szép volt, de sokat nem érnek vele, a második győzelem a szezonban. Igen, szóval igen. Tényleg megcsinálták, amit kértem. Úgyhogy alapvetően ezt most leteszteljük, ezt a taktikát idegenben is. Na, és az azt jelenti, hogy kiejtettük a Newingtoni autót. Meg ugye a Knockberda fog kiesni. Ja, a Svájc ellen. Aha. Azért elég komoly párosítások lesznek. Mert akkor Portugália, Marokkó is lesz, hogyha... Azért, lehet, hogy most már meg kéne néznem egy meccset. Na nézzük. Marad-e a forma? A tök utolsónál marad-e a forma? Meg tudjuk nézni, hogy idegenben mennyire működhet ez a dolog. Hát ezeket már lehet, hogy néznem kéne. Minden ellenérzésem ellenére. Mikor lesz napos? Lesz szünnap? Rögtön indíthatjuk az első kontrát. Masterson ott is van. Szép volt. Aha, péntek szombat. Na hát, ott majd meglátjuk. Az annak eléggé beburkolja már a hetedik helyet, úgy látszik.
Itt elmegyem a Masterzonnak. Na nézzük, Ferris elviszi, Ferris elviszi, és kilövő a hosszú. 0-1. Marokkónak szerintem elment a... Ez volt az utolsó. Ide rakom a... Inkább ide rakom a local formations-t. Ide meg a... Nem is tudom, a latest scores kell-e, vagy a... Vagy ez részletesebb match stat, de itt igazából a match stat főbb dolgai azok itt vannak. Morton belőtte középre, nem volt semmi, de Little nagyon lubickol ebbe a típusban, ebbe a fajta taktikába, tehát egy kicsit hátrább védekezhet, ez neki pont jó. Masterzone, Masterzone, ezt be kell lőni, ezt be is lövi, 0-2, ez az. A bal hátvéd indítja. A bal hátvéd indítja jobb lábbal. Parádés. Hirtelen egész jól tudunk a középpályán is labdát szerezni mondjuk. Lasti nem tudott kikerekedni. De Norton visszalövi neki, és... Csak les volt, a sejtettem, de hát... Ez év gólja lett volna. Igen, pont nem látjuk, de mindegy. Talán egy nagyon picit az év gólja lehetett volna. Matthew Lasti-tól. Ezért nagyon nagy kár, mert ez egy nagyon komoly gól volt. Oké, és akkor egy picit... Pont a Norton nem tudom pihentetni, de... Mark Hamill. Rögnék, ha tényleg Mark lenne, hogy mindjárt megnézem. Matthew-t lezúzták most, és most bizony Little mögé kerültek, de Murphy ezt nagyon szépen kivédte. Ott van Gilmour és mellé fejel.
Tegárt is jön, Patton is jön, még Menes is jön. És még szerintem, hogy védőcserét megteszek. Nagyon betámadnak, de egyelőre jó védekezünk. Mondom a fiúknak, hogy koncentráljanak. Ups. Ez nagy védés volt. Ki kell húzni. Hozom is Bonnert. Szerintem is lesz volt, így utólag. Na. Murphy óriási kirúgása. Menne ez. Menne, ez az. Kapus gólpassz. Nem rossz ez a fluid counter, úgy látom. Ez be is lövik, de igazából sokkal előrébb már nem vannak. Vagy, szóval nincsenek. Kiestek így is Cula. Jó, most komolyan, tehát... Most nem már. Most a 90 pluszos percben kapom két gólt szabadrugásba. Mekkora redvás szar. Elmet a picsába. Ez mekkora egy szar. És komolyan, érted? Ott van a 0-3. Élvezhettük volna meg minden. Ez teljes lol, még ha meg is nyertük a meccset, hát basszus. Mekkora lol ez már most komolyan. Egy kicsit azért csak legyen, nézve, csak legyen keserű szájíz a végére, érted? De elértem egy teljesítményt a Steamen, ami azt jelenti, hogy Dear Unnatural. Azt mindjárt megnézzük, hogy mi is az. You retrain the player to be a natural in a new position. Hát biztos. Na és ezzel az van, hogy valóban a kiesés szélére takarítom őket, viszont mi léptünk előre egyet. És ugye még mindig van esélyünk a 8. helyre. Mert a Haalandék megverték a Newingtont. Úgyhogy azért érdekes utolsó két forduló lesz még, az biztos. Ó, és a két szélsőm. A két szélsőm bekerült
Bekerült a hét csapatába. Na nézzük. Ez a két V ott a végén már sokkal szebben mutat. És ugye egy győzelemmel megelőznénk őket. A győzelem az is kell, mert a Institute is kőkeményben van. És vezetnek is, úgyhogy visszacsúszunk a 10. helyre. Nem figyelünk a visszagurított labdára, és Ronan Wilson góljával vezetnek a heggesztők, vagy a farkasok, vagy hogy mondjam. Mooney bedobása. Walsh hátul. Most a két csatáron felement a labda, de akik egy helyre futottak, de aztán végül is mindenki elfutott a labda elől, szóval... Így akkor azt mondom, hogy mindegy is. Gyönyörű szerelés. Azt a Masterson-t is leszerelik. Hoppá, de aztán megszerzi a labdát, kiugrik, és kivarja a felső 10. gólja a szezonban, 1-1. Micsoda labda szerzés. 40 méterre a kaputól. És dang! Bravo, Masti. Masti és Lusti. Nem lövünk eleget kapura, de hát így is egy-egy, drága barátom, a mérkőzés. Nokbreda egyenlít, úgyhogy X az annak United ellen. Hozunk egy kis frissítést. Igen, Masti és Lasti. Most jöhetnek ők hátulról. Hát nincs ott senki szerencsére. Egy Little indíthat, és Masti megindul. Masti visszapasszoljon, a litván fiú, mekkora gól! Mekkora gól! Gyönyörű! Okos játék! Jön! Csss.
2-1. Mindjárt van 6 lövésünk, biztos örül a izé. Örül az asszisztant. És hozzuk Patent, meg hozzuk Himeneszt is. Hát a bepócsol még egyet. Forsythnak nincs más választás egyelőre, mint hazaadni. Ó, ez viszont... Nagy mázli, mert... Jó, nem látjuk, szóval... Micsoda löb izé fejes volt. Behozzuk a teggártot is. Little szöglete. Sajnos a kapus ügyült, és Little nem ér hátra. Ettől tartottam, igen. De azért csak hátra ért. Most Mooney rúgja előre. Szép, végre okosan passzolgatunk, és nem mint a... mint az idióták. Ó, nagyon szép Henderson labdaszerzés. Menesz. Itt van Teggert, befele cselez. Hát, ha nem les... De megvan. De megvan, és ez azt jelenti, hogy bizony még versenyben vagyunk a 8. helyért, ugye... Az Institút nyert, ezért mind a ketten megelőztük a farkasokat, így teljesen a az utolsó fordulóban fog eldőlni, hogy ki lesz a 8. Hát, azért van legalább így izgalom itt a végén. Még így is, hogy ki már nem esünk, hála Istennek. Még így is bőven van izgalom. Na és akkor ennek a szenvedős, de a vége fele jó dolgokat fővillantó szezon utolsó mérkőzése következik. Nincs pihentetés, mert még bizony meg lehet az a 8. hely. Ehhez ugye az kell, hogy... legalább egy pontot szerezzünk szerintem, mert az és a Knobreda, ha megveri az Institute-ot, az Annák pedig a farkasokat, akkor meg vagyunk. Ha
Hagyunk itt mindent, most már nem szólunk bele. Indulunk. Ezzel ugye... Mindjárt megnézem, hogy hol tartunk, de... Igazából szerintem a Newington fog playoffot játszani. Ja, igen. Hát a Knockbrada szerintem gól különbségben, akkor valószínű, hogy beírja őket, úgyhogy... Nézzük is! És miért vertikál TT-n vagyunk? Mikor állítottam azt be? Hogy tiki-taka legyen? Ezt mikor állítottam be, te barom? Jó, nem mintha nem vezetnénk fel, csak azért mégis. Ferris utolsó meccs. Little utolsó meccs. Igen, csak annyit állítottam, hogy... Ja, azóta unalmas is a meccs is. Nos, az Institute vezet, úgyhogy mindenképp győznünk kell. Most már egészen biztos a 8. helyhez, legalábbis egyelőre. Egyelőre a fiúk pörgetik is. Norton egy óriási lövés a jobb hátvéd pozíciójába. Okay. A Knockbrada egyenlített, ez tök jó. Viszont a farkasok is vezetnek, úgyhogy még itt bármi lehet. Még itt bármi lehet, hogy előre vezetünk a fél időben, és ez jó. Nem tudom, a morál miért rossz itt a bal oldalunkon, de... Itt tudom, most rosszul vágta előre, és McNico... Hoppá! Hoppá! És ott van Dairy Rooney egyenlít. Newton nagyon laza volt, és ki is nyúlt egy kicsit. Itt van bedobásnál, nem tudja beadni. Ferris begurítja. Kelly! Tiernan Kelly! A védekező középpályás. Megkapja. Bum.
Mondhatni bum bum bum. Oké, és hát annyival tartozunk szerintem Little-nek, hogy megtapsoltatjuk a vendégszurkolók, és megtapsoltatjuk Ferriszt is. Utoljára jönnek be. Hogy jönnek le. Ne! Mindegy. Ennyivel akkor is tartoztam. Nekik. Nem teggár, szabadrugás, ezt kinyomják, és az a baj, hogy Morgan elindul. És egyedül... Opa! És egyedül átjátszotta sajnos. Nyugodjatok már meg, az Isten áldjon meg. Egyedül átjátszotta az öt védelmet. Jó, hát mindegy, ez van. Szép lett volna, nem mondom, a nyolcadik hely, de... Hát most ez van. Sajnos valószínűleg egyenlítettek a Welders-esek is, vagy ők is vezetnek, sajnos megfordították, úgyhogy... Ez van, nem voltunk elég óvatosak. Így az utolsó meccsen kikaptunk, mondjuk ez részben az én hülyeségem is volt, de... De hát ez van. Ez van, mert ugye sajnos az Annak leadta a meccset. És az Institute pedig, mivel egyenlő pontokkal voltunk, azzal az X-el is megelőzött bennünket. Hát ez van. Ja, azt akartam megnézni, hogy mikor mennek el. De előtte. End of season review. Az első FM23-as szezon, amit nem itt kezdtünk, de... Itt fejeztünk be a The Lavell FC-nél. Bizony. Nos. Ugye itt vannak, itt voltak az új igazolások. Hát akik közül a legkomolyabb ratinget Henderson a három csere fellépésével nyomott. De nézzük, hogy kiket adtunk el. Marcus Dallas-t a Cuff United-nek. Connor Kurt a Glenavon-nak Player Exchange-ben. Utána se tudom képzelni, hogy ki jött helyette. Ő egy jó kis jobb hátvéd. És John Scott-ot a Bali Lényi Lineon van Unitednek. Még itt Ben Neal játszott a Dollingstown-ba, és Daniel Neal szintén a Dollingstown-ba.
Játszott. Igen. A Board Expectation Avoid Relegation volt, nem is tudom miért rúgták ki a csávót. Tizedikek lettünk, ezzel megugortuk a minimumot. A szurkolók megkönnyebbültek. 10-10 góllal Ferris és Masterzon lett a gól király a bajnokságban. Az ír kupában ez tök égő, de Mojola Parktól estünk ki. A Liga kupában a Farkasoktól estünk ki, és a Mid Ulsterben a Dungannon Swifts, ugye mint Premiership-es csapat állt a útját a sikernek. Legnagyobb győzelem a 3-1 az Institute ellen, ez még nem én voltam. Ez egy másik 3-1-es győzelem az Institute ellen, szerintem még ez sem jó volt. De ez már én voltam, ez volt a playoff második meccse, vagy harmadik meccse. Nem, második meccse. De ez a Goal of the Season, ezt megnézzük, ez ugye az utolsó meccsen született. Nem tudjuk megnézni. Na mindegy, ez a nagy kapáslövése volt a... Nem kapáslövése, hanem a nagy lövése volt a védekező középpályásunknak. Nem volt új szponzor, szponzorkodás. 8600 euró jött be belőle, a TV-ből 2500 körül. És a sörökből 11 000. Úgyhogy ez volt nagyjából a... És 41 euróért külföldön is értékesítettünk merchandise-t. Ami nem rossz, mert a 10% az összes merchandise-nak. Hát ezt hagyjuk is, mert nem, én már nem így álltam föl. Nem kaptam. Igen, ez 10 mez körül, de abból egy külföldre ment. Fans Player of the Season Jordan Little, Young Player of the Season Ferris, ők már nem lesznek velünk jövőre. Kelly lett ugye a gólja, az év gólja. Ellen Taggart 8 gólpaszt nyomatott. És itt vannak a rekordok, hogy ki melyik volt, és azt mondja Billy Mooney, újságíró, hogy nem voltunk felkészülve a kiesés csatára, de hál' Isten azért sikeresen vívtuk meg. És itt van az én timeline-om. Lehet, igen. Itt van az én timeline-om, amit egy play gombbal el is tudok indítani. Szóval lekocoltam az Alcorsonból. És itt vannak a lahállos mérföldköveim. Egy assistant manager, igen, Jimenez leigazolása. Losers. Lewis Lachlin. Három meccset nyertünk. És Masterson klubrekorder lett a szezonbeli 11. góljával. Na, és ennyi. Hát egyelőre akkor ennyi. Ennyi volt a review. A social médiában egy csomó követőt vesztettünk, nem tudom miért. És nézzük, mit várnak el a jövőben tőlünk. Wage budget, reputation, top half finish. Na ez már érdekesebb lesz.
hiszen team leaderek vagy kiöregszenek, vagy elmennek. Ja, tehát én akceptelek, hát most ezen mit tárgyaljak ezen. End of the season meeting, top half kell, gyerekek. Brilliant! Jó, én most nem akartam nekik ígérni semmit, mert abból csak baj lett volna jövőre. Úgyhogy mindenki egy kis morál boost-tal megy haza. Murphy elment, de ő majd jön. Tumelo is elment. 26 meccs, Lusty pedig 14 meccset csinált. Financing meg kicsit visszament, mert több volt a bevételünk, mint a kiadásunk ebben a hónapban. Úgyhogy innen fogjuk nyomni, egy nagyon izgalmas második szezon lesz az egészen biztos. Kösz Ferencem, hogy itt voltál, nagyon jók ezek az arcok. És aki csak a videót nézi, annak mondom, hogy holnap podcastolunk. Brother Podcast. Nagyon érdekes témáról. Nagyon túlságosan is aktuális témáról. Úgyhogy nézzétek azt is. Aki benézett, annak köszönöm. Mindenkinek jó ét, jó pihit, kellett a váltás a taktikában. Reméljük ez a következő szezonra is jó lesz. Jó ét, szevasztok!